megnyertük, úgyhogy az nagy öröm számomra, és nagyon boldogok vagyunk. Vannak még bizonyos dolgok, amin javítanunk kell, illetve hát azért itt Szilvásváradon ez az első versenyem volt. Először versenyeztem négyes fogattal homokon, tehát nem füves, által füves pályákon versenyzünk homokon, és hát a maratonpályán pedig egy pályavató volt, ahol szintén nem versenyeztünk, tehát mind a lovaimnak, mind pedig nekem új volt, de elsősorban mi az Európa bajnokságra készülünk, és ott fű lesz, és arra készítjük a lovainkat, de azt hiszem, hogy jó úton járunk, és ez volt az utolsó versenyem az Európa bajnokság előtt, innentől kezdve edzőtáborba vonulunk, és készülünk az Európa bajnokságra, úgyhogy ott szeretnénk igazán jól szerepelni. Az elsődleges célom először nem az volt, hogy a versenyt megnyerjem, nyilván nagyon jót akartam akadályozni menni, és egyből mindig a legrosszabb az a pálya elején ütni egyet, amikor vezet valaki, és azzal csökkenteni az előnyét. Na most ez megtörtént, mert egyből a kettes akadályt leütöttem, és onnantól kezdve már inkább a taktikája volt a szerep, hogy a verseny elsőségemet megőrizzem, és aztán végig fejszámolás volt, néztem, többször fölnéztem az órára, számoltam a részidőket közben fejben, hogy mennyit kell ahhoz mennem, hogy meg tudjam őrizni az első helyemet. Hál' Isten ez sikerült, bár én mindig hangsúlyoztam, hogy ezeken a versenyeken nem az eredmény a számít, hanem az, hogy minél jobban fölkészülünk az Európa-bajnokságon. Európa-bajnokságon már nem tudom ezt elmondani, tehát ott mindenféleképpen jól szeretnénk szerepelni, és a legjobban.